A Magyar-Lengyel Kereskedelmi Gazdasági és Kulturális Egyesület 2013-ban alakult azzal a célra, hogy élénkítsék és fejlesszék a két ország közti kereskedelmi kapcsolatot. Ma már kiemelten foglalkoznak a kulturális kapcsolatok ápolásával is. Az ebben rejlő hasonlóságokat mutatja be a határokon átnyúló Végtelen Barátság című kiállítás a Móricz-Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Gyakorlatilag a művészeti vagy népművészetében inkább szorosabb kapcsolatok vannak, de a képzőművészet terén is nyilván azok a vonások ugyanúgy megtalálhatók ott is, mint ahogy Magyarországon használják az alkotók, és ezt a kettőt szeretnénk most itt bemutatni. A kiállítás kuriózumnak számít. Egyrészt azért, mert a könyvtárban ritkán látható ilyen jellegű tárlat, másrészt pedig azért, mert két alkotó két különböző műfajban is bemutatja a történelmi kapcsolatot. Ez lényegében egy olyan képzőművészeti kiállítás, amely talán nem is leginkább a művekről szól, hanem az azok által hordozott üzenetről. És ugye Magyarország és Lengyelország kapcsolata az mindig is egy olyan kapcsolat volt, amely a barátságról, az összetartozásról, az egymás segítéséről szólt, és ez most ugye megjelenik egyrészt a kultúrába, és ez természetesen jelen van mind a gazdasági, mind a politikai életben is, tehát azt hiszem, hogy ezért is hordoz most ez plusz üzenetet, és talán nem véletlenül vagyunk mi is itt, mint politikai szereplők, mert valóban ez a kapcsolat az, amely úgy gondolom, hogy utat mutathat ezekben a mostani időkben, egy olyan utat, amely mindenképpen szerintem példaértékű, és reméljük, hogy nagyon sok lehetőség van benne, és a kulturális kapcsolat ezt pedig csak erősíti. Révész Géza fotóművész és Bodnár Zoltán festőművész a Péntek Esti Weekend című műsorunkban beszél az alkotásokról és a lengyel-magyar kapcsolatról.